Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a Minecraft Hardcore sorozatomnak a következő részével. Hogyha esetleg emlékeztek, az előző videó végén említettem nektek azt, hogy terveztem egy livestreamet, amiben ugye építettem egy teljesen új házat, és hát láthatjátok, hogy továbbra is a régi házban vagyok. Ugyanis egy nagyon sajnálatos dolog történt, megépült az új ház! Azt hittétek, hogy nem sikerült, ugye? Pedig sikerült. Négy ház közül lehetett választani egyébként, amit ugye szerettem volna megépíteni, és nektek ez tetszett a legjobban. Hogyha szeretnétek visszanézni ezt a livestreamet, akkor vagy a Facebook oldalamon tudjátok ezt megtenni, vagy a leírásban nem listázott videó formájában meg fogjátok találni a teljes élő adást, szóval YouTube-on is vissza tudjátok nézni. Annyi a lényeg, hogy a leírásban keresitek hozzá a linket. Meg is mutatnám nektek azért gyorsan ezt a házikót, hogy milyen is lett. Egyébként nem titok, ugye Google-ben keresem rá Minecraft házakra, szóval nem teljesen a saját elképzeléseim alapján épült, viszont azért vittem bele nyilván olyan elemeket, amik ugye nekem is tetszettek, illetve hogy nekem jobban tetszett. Itt például egy bánya lejárót tervezek, majd lesz egy kis ajtó is, ami egyből oda vezet, illetve van itt egy ilyen kis emeleti rész, ahol majd lehet lazulni, ilyesmi, ez egy axolott medence lesz, és itt van egyébként jelenleg a raktárszobám. Át is pakolgattam eléggé sok mindent, és majd ezeket szeretném vagy feliratozni, vagy képkerettel szépen bejelölni, hogy ugye pontosan hol vannak a tárgyak, illetve melyik ládában mi van, de ezt majd úgyis meg fogjuk szépen csinálni. Ezt nem tudom, hogy videóban vagy videón kívül, de ez a terv, illetve a mai napra még az a tervem, hogy mindenféleképpen elinduljunk a varázslás útvonalán, úgyhogy szeretnék csinálni egy enchantment table, tehát egy varázslóasztalt, és akkor onnantól kezdve már fel tudjuk használni az XP pontjainkat, amiket eddig szereztünk a játék során. Na de ezeket akkor gyorsan szedném össze és szedném hozzá az alapanyagokat, és akkor most kellene kilogikázni azt, hogy hogyan is kell enchantment table-t csinálni, de hogyha jól emlékszem, így jön a recept, király. Még puskáznom se kellett? Hát valószínűleg nem ide föntre szeretném megépíteni hozzá a szobát, viszont könyvére még mindenféleképpen szükségünk lesz. Na, azt nézem, hogy esetleg van-e axolot itt a közelben. Ugye a streamben is mondtam, illetve többen is írtátok, hogy az axolotok sötét vizekben találhatóak meg, tehát nem megváltoztatták a spawnolásukat, hanem valószínűleg azok az axolotok, amiket ugye még az előző részekben láthattunk, azok éjszaka spawnoltak le. Ugye itt az óceánban körülöttünk, és azért voltak könnyen megtalálhatóak, viszont mostanában ugye állandóan alszom esténként a játékban is, és az életben is, ami egyébként egy tök jó dolog. Ezért nem nagyon vannak most itt a környékünkön axolotok. De ezen majd változtatunk. Lehetséges, hogy elmegyünk majd, és akkor keresünk egy barlangot, egy vizes barlangot. Ott biztosan lesznek sokan, és akkor vödör segítségével majd hozunk haza a kis axolotokat, akik remélhetőleg majd itt jól el lesznek. Majd egy kicsit el kell, hogy kerítsem a lépcsőnél a területet, mert ugye ki tudnak mászni, el tudnak mászni, az meg nyilván annyira nem lenne szerencsés, de szerintem ezt majd könnyen tudjuk orvosolni. És ahogy látom, megint teli hold van, úgyhogy ha slime-ozni szeretnék, akkor ez most egy tök jó alkalom lenne, de szerintem egyelőre hanyagoljuk ezt a slime-os témát, nincsen túl sok szükségem slime blokkokra. Oké, most így lett rengeteg sugar kénünk, tényleg jó formán csak bőrre lenne majd szükség, úgyhogy lehet, hogy amikor lerakom az enchant asztalt, utána készítünk egy tehén farmot, abban majd nyilván szeretnék automatát, tehát olyat, ami ugye egyből megsüti a steaket, meg ilyesmi, viszont nem tudom, hogy az mikor fog elkészülni. Egyelőre egy ilyen igazi kis alap tehén farmot szeretnék, amiben majd nekem kell megetetni kézzel, búzával a teheneket, és akkor szépen felcseperednek, aztán majd ezt automatizáljuk idővel. Na jó, egyébként, hogyha tudtok 1.17-re jó tehén farmot, akkor azt nyugodtan ajánljátok. Egyébként főként ilyen rövid tutoriál videókra lennék itt kíváncsi, szóval ilyen több órás videókat légy színe ajánljatok, hogy abban a streamben valaki épített, mert olyanokat nem hiszem, hogy lesz időm végignézni. Inkább az ilyen 1-2 perces kis tutoriál videók azok, amik engem érdekelnek ebben a témában. Na jó, ezt kellene akkor leraknunk, hát szerintem ide lenne értelme ebbe a sarokba, és akkor itt körbe tudjuk pakolni könyvekkel, mert hogy nem szeretném azt, hogy itt ezt a medencét ugye majd eltakarjuk a könyves polcokkal. És akkor maradt még 3 darab gyémántunk, egyébként hamarosan át tudnánk menni így a netherbe is, ugye ahhoz csak obszidiánt kellene szednünk, úgyhogy lehet, hogy csinálok egy diamond picket is, viszont akkor viszek magammal egy ágyat is, és akkor szerintem elkezdjük a tehén farmot. Nem tudom igazából, hogy pontosan mekkora tehén farmot szeretnék, nem akarok azért túlzottan nagyot sem. Szerintem ez így elegendő alapanyag, és akkor még kellene ebből nekem egy fence gate. Fence gate-ből csinálnánk 2-t is. Jó.
És azt kellene kitalálni, hogy hol legyen a tehén farmunk. Lehet egyébként pont ide lenne értelme elhelyezni az ilyen farmokat. Nekem egyébként nagyon tetszik itt ez a kis rész, szóval ezt is szeretném meghagyni. Nagyon-nagyon jó lett egyébként szerintem itt a világgenerálás ebben a világban. Szóval már csak ezért sem szeretnék datapack-eket berakni, meg ilyesmi. Jó, és akkor szerintem ide el is kezdjük ezt a kis tehénfarmot. Tényleg nem lesz most ez egy nagy cucc, tehát ennél azért jóval szebbet, nagyobbat is tudnék építeni, de nem akarom most itt ezzel húzni az időt. Oké, szedek szerintem egy kis földet, hogy ott feltöltsük a talajt, a terepet, mert tényleg nem szeretném, hogy ilyen lyukacsos legyen az egész, úgy nem annyira szép. Nem annyira szép. És akkor... úgy minden szuper lesz. Egyébként, amikor ezt a videót látjátok, valószínűleg én már nyaralni leszek, úgyhogy nem biztos, hogy tudok válaszolni így a kommentekre ilyesmi. Igyekszem azért nézegetni, de nem ígérem azt, hogy egész nap a telefonomat fogom bújni, mert nem ezért megyek el nyaralni. Annyit azért gyorsan elmondanék nektek, hogy minden nap tervezek a másik csatornámra, a VOD csatornámra is kirakni a streameket utólag, ugye ilyen utólag feltöltött a streameket. Szóval, ha esetleg szeretnétek még több videót nézni, akkor nézzetek fel a másik csatornámra, a Dogjandi streamek csatornára, lesz egy csomó Sims-es videó, más jellegű játékokról is fogtok ott találni tartalmakat, szóval tényleg eléggé sokszínű, tudom ajánlani, illetve lett egy teljesen új Discord szerverem is, amire tudtok csatlakozni, tudtok beszélgetni, vannak Minecraftos témák, meg tudtok osztani egymással építményeket, modokat, skineket, bármit igazából, tudtok beszélgetni az új frissítésekről, úgyhogy használjátok azt is nyugodtan. Tényleg várok mindenkit sok-sok szeretettel, egyébként szerintem tök király lett. Nyilván még kialakulóban van, szóval azért még van egy-két dolog, ami nincsen teljesen kész, de már vannak fönt matricák, amiket tudtok használni, ilyen kis animált matricák, szóval tök jó, várlak titeket sok-sok szeretettel, csatlakozzatok bátran, ehhez is meg fogjátok találni a linket a leírásban. Illetve a Facebook oldalamra szintén, amíg nyaralni vagyok, rakok ki ilyen kis mini videókat, úgyhogy azokat is meg tudjátok nézni, hogyha esetleg szeretnétek, most a másodjára rakom mellé ezt a kis fansgate-et. Például Minecraftos mod bemutatókat, Sims-es kis rövid videókat töltöttem fel oda, úgyhogy azokat is tudom nektek ajánlani, hogyha ha még ennyi tartalom sem lenne elég, mint amennyit most itt próbáltam nektek összehozni a nyaralás alatt, tényleg nem szerettem volna, hogy hiányt érezzetek csak azért, mert én most nem vagyok itthon, úgyhogy igyekeztem minél több tartalmat készíteni nektek, illetve utólag ugye feltölteni a streameket a VOD csatornámra. Gyertek, gyertek, megmutatom az új otthonotokat. Most már nem ahhoz a oszlophoz lesztek kikötve, hanem valahova egészen máshova. Nem tudom ennek mennyire örülnek, de hát valószínűleg itt nem fog beférni a ló mi. A ló tuti nem fog beférni, a róka igen. De mindegy, a róka jó, hogyha itt bent van a házban. A ló meg szerintem nem fog magától elmenni. Legalábbis remélem, de minden esetre lerakok ide egy oszlopot, és akkor ahhoz kikötjük. Jó. És hova lett a másik lasszom? Valószínűleg akkor az itt bent maradt a rókával. Megint a szádba van, mi? Gondoltam! Valahogy mindig a róka szájába kerül a lasszó. Nem akarod kicserélni? Jó, köszönöm. Edd meg azt a finom kenyeret, tiéd lehet. Megkenem zsírral, vajjal, mézzel, amivel csak szeret... Mézzel tudom jelenleg megkenni, mert az van a játékban. De ha szeretnéd, akkor megoldjuk ezt a problémát is. Jó, hát egy bocit biztos, hogy el tudok hozni még, amíg le nem megy a nap. Úgyhogy gyorsan megnézzük, hogy hol vannak itt tehenek. Írtátok egyébként azt is, hogy ugye kicsit lassan haladok ezzel a sorozattal. Nem tudom, hogy ezt mondtam-e az előző részben, de én tényleg szeretnék a saját tempomban haladni. Nem az a célom, hogy az első 10 részben megöljük az Ender Dragont, legyőzzük a Withert, meg bejárjuk az egész világot. Én úgy vagyok vele, hogy szerintem ez így sokkal chillesebb, sokkal barátságosabb, nem akarok végigrásolni a játékon. Szeretném, hogyha tényleg mindent látnátok ti is, nyilván azért vágások vannak a videóban, szerintem ezt ti is észrevettétek, de szerintem úgy hangulatos és úgy tudtok ti is igazán azonosulni a sorozattal, hogyha nem mondjuk egy 3 órás felvételből látok 20 percet, és tényleg ilyen montázs jellegű az egész. Úgyhogy én nem szeretnék nagyon sietni itt a dolgokkal. Igazából ez a komótos kis haladás szerintem tökéletesen hangulatossá teszi így is, úgy is. Na gyere! Gyere, boci! Köszönöm, hogy itt vagy. És akkor még neked kellene egy asszony, bár egyébként a tehenek mind asszonyok, de értitek? Tehát, hogy na, egy bikát, hozunk neki egy bikát, egy nagyobb bikát. Remélhetőleg találunk. És ott van. Te leszel a asszony 2. Gyere!
Most már lassan jöhettek a szörnyek, úgyhogy remélhetőleg még lesz időm őt ide behozni. És azt nézem, hogy nem biztos, hogy itt eléggé ki van világítva a terep. Úgyhogy majd még a bociknak hozunk fényt. Mert azt viszont nem szeretném, hogy esetleg ide beszpannoljon egy creeper. Aztán rájuk robbanjon. Amikor ugye jövök tehenet fejni, meg ilyenek, végezni a reggeli munkákat. Egyébként most jut eszembe, teheneket hoztam ide, és ugye a Sims-ben is elindult egy farmos sorozat. Nem tudom, hogy azt hányan láttátok. Ugye most belekezdtem az új kiegészítő csomagba, a Cottage Livingbe, és szerintem az egyik legjobb Sims kiegészítő lett. Nem azt mondom, hogy a kedvencem, de az első háromban biztos, hogy ott van. Nagyon-nagyon hangulatos egyébként, hogy teg az, hogy tehenet kell benne fejni, meg vannak lámák, csirkék, egy csomó minden. Annyira jó pofa. Megnézem, hogy itt van ez a boci, ami az előbb még itt volt. Itt is van. Elhozzuk akkor őt is. Szerintem egy 4 tehénnel már ugye egészen jó kis farmot tudunk létrehozni, ugye abból fog születni 2 darab kis boci. És akkor, hogyha azok szépen felnőnek, akkor már nem lesz problémánk a bőrrel. Megmutatom a haverjaidat. A ki az, aki az ágyamra mászott? Hát, kérem szépen. Mocskos patáddal rámászol az ágyra. Jó, mondjuk én voltam a hülye, hogy itt hagytam nektek az ágyat. Há, hogy ne? Nem, majd megmutatom, hogy kell kis bocit csinálni, nektek nem kell hozzá ágy. Ez meg itt szerintem tökéletes kis cukornád farm lesz. Aztán majd nyilván kell búzafarmot is csinálni. Úgyhogy majd az is készülőben lesz, de első körben én itt a cukornád farmolását tartom a legfontosabbnak. Búzából szerintem most még van annyi, hogy ne az a farm legyen a következő. Oké. Okay. És akkor így most itt nő nekünk a cukornád, nőnek a kisbocik, aztán lesz majd még sok-sok bőrünk. Egy lootingos kard egyébként nagyon-nagyon jól tudna esni. Ugye azzal sokkal gyorsabban tudnánk farmolni a bőröket. És elmegyek most pont a paci mellett. Jól van, paci, ne aggódj, te nem leszel bőr. Gyorsan még lekraftolok magamnak szerintem egy-kettő vascsákányt, és akkor elmegyünk, bányászunk egy picit. Jó. Szerintem 2 darab elég lesz, most nem tervezek olyan nagyon nagy bányászatot. 1-2. Úgy. És akkor a gyémántot csak akkor fogom használni, hogyha tényleg nagyon indokolt a dolog. Mondjuk ezekre is rakhatnék valami kis aprócska enchantot. Van bőven szintem. És most még úgyse tudok magas szinteket enchantolni, úgyhogy erre is efficiency, 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 efficiency 1, ennyi. Jó, hát a többire is pont ugyanez, a unbreaking. Oké. Okay. És még erre a régire is rakok egyet. Ez is csak efficiency 1-et kapott. Mindegy, hatékonyság is jó, legalább gyorsabban tudunk majd bányászni. És akkor megnézzük, hogy mi vár itt ránk. Itt szépen elkezdek lefele ásni, itt is majd ezt nyilván szeretném kidizájnolni, meg lépcsővel megoldani. Még jobb legyen. De hát az majd még kicsit későbbre marad, viszont hogyha jól hallottam, meghalt egy denevér, ami azt jelenti, hogy valószínűleg lesz itt láva a közelünkben. Ami barlangot is jelent egyben. Úgyhogy egyszerre örülök, és egyszerre félek is. Szeneket azért még gyorsan kiszedegetem, mert egy az, hogy szintet is ad. Mennyi minden van itt. Meg hát nyilván azért a világításhoz, égetéshez még bőveg szükségünk van színre. Aztán majd utána valószínűleg lávával fogom helyettesíteni, de most még azért szükség van sok-sok szélre. És hamarosan egyébként szerintem leérünk gyémánt szintre is, tök jó lenne még gyémántokat találni így ebben az epizódban. Remélhetőleg össze fog jönni, bár amennyire szerencsés vagyok, mindig elások mellettük, de azért bízok benne, hogy összejön. Ó, és lett közben, hogyha jól látom, aranyunk, ami majd kifejezetten jól fog jönni a Netherbe. Úgyhogy ennek most nagyon-nagyon örülök. Még ha más nagy haszna nincs is, de legalább akkor a Netherben nem fognak ránk támadni a malacok. Bár nyilván azért a láda turkálást így sem szeretik, de majd azt szépen megoldjuk valahogy. Mosonyos szinten vagyunk, 16? Ó, akkor már mindjárt gyémántokat is találhatunk, hogyha szerencsések vagyunk. Érdekes egyébként, hogy eddig még barlangban nem ástunk bele, pedig nagyon hallottam hörögni ott a zombikat, de akkor lehet, hogy amellett meg pont sikerült akkor elásni. Jó. Meg aztán majd megyünk barlangba is bányászni. Tehát, hogy én jobban szeretem a barlangos bányászatot, még hogyha ez effektívebb is. Így sokkal több mindent látunk, ugye így lyukakat fúrni, ilyesmi, de videóban azért szerintem ez nem a legizgalmasabb módszer. Ezt is akkor már inkább meghagynám szerintem ilyen livestream-es bányászásnak, hogyha esetleg így fogunk bányászni. Jó, most vagyok 10, úgyhogy innentől kezdve egyébként már lehetnek érdekes dolgok. Itt például nagyon hallom, hogy folyik valahol a víz. És itt már akkor simán találhatnánk axolotot.
Úgyhogy megpróbálok itt egy kicsit följebb ásni, mert szerintem fölöttem lesz. Hát, ha esetleg még egy axolottal tudunk gazdagodni ebben a epizódban, hogy imád nem is lesz, legalább axolot legyen. Legalább axolotra legyen! Innen folyik ez valahonnan. Ugye érzem, hogy nyakamba ömlik és megfulladok. Néhányszor már egyébként voltam így fulladás halál közelében, szóval... Nem tudom. Á, itt is van a víz, amit hallottunk csobogni. És igen, pont sikerült kb. Így mellette elásni. Ó, itt van láva is, úgyhogy van obszidián, királyság. Viszont axolotot nem látok sajnos. Hogy ez nem egy... Nem egy kis tavacska, hanem igazából csak egy kis folyópatak. De azért megnézzük hát, esetleg itt is van valami érdekesség. Szörnyeket egyébként érdekes módon nem hallok. Ó, van itt lap is, király. És itt van egy ilyen kis barlang, amiben van víz, de itt is csak folyóvíz van. Hát akkor itt nem lesz axolot. Egyébként lehet azt kellene csinálni egy ilyen föld alatti kis barlangot. Megtölteni vízzel, és akkor hagyni, hogy automatikusan spawnoljanak benne. Valószínűleg az lenne egyébként a legegyszerűbb módja, hogy szerezzünk magunknak. Gondolom úgy is működnie kell. Nem tudom egyébként, hogy milyen spawnolási feltételei vannak, mert ugye az Aquatic Update-nél megváltozott egy csomó a folyóvizekkel kapcsolatosan, illetve a tavakkal kapcsolatosan, hogy kezeli a játék, ugye minimum 3 blokk mélynek kell lennie, meg ilyesmi, hogy például halat lehessen belőle fogni, meg ilyenek. Úgyhogy lehetséges, hogy az axolotnál is vannak ilyen szabályok, amik alapján ugye spawnolnak. Na jó, oké, kiszedjük még itt ezeket a dolgokat. Hát vasból lesz bőven. Bár én inkább gyémántot szeretnék, mert tényleg jó lenne majd egy gyémánt felszerelés, de nem akarok telhetetlen se lenni. Nyilván azért a vas is jól fog jönni. Főleg, hogyha majd még esetleg csákányt kell csinálnunk pluszba, vagy ilyesmi. Még egy darab csákányunk van. Szerintem ezt akkor még elhasználom, és akkor utána viszont fölmegyek, mert nem akarom a gyémánt csákányt olyanra használni, ami esetleg pazarlás lenne. Egyelőre ennyi gyémántunk van, úgyhogy tényleg igyekszem vele spórolni, takarékoskodni, ilyesmi. Mondjuk, ha már itt vagyok lent, akkor lehet, hogy ezt az obszidiánt kiszedjük. És akkor a következő részben meg tudjuk építeni már egyből a nether kaput. Akár akkor ott tartatunk egy netherös részt is. Bár ahhoz még lehet, hogy egy kicsit kéne csontolgatni a ruháimat. Mert azért a nether az nem egy biztonságos hely, de izgalmas lenne azért most már megnézni a pokolt. Oké. Lesz rengeteg XP-nk, királyság, és... Majd meg kell találnom azt a helyet, ahol fel tudok menni. Valahol egyébként itt lesz, mert ugye a vízcsopogása miatt jöttem errefele. Ha első körbe szerintem én elkezdek... Ó, várjunk csak! Így még egyszerűbben lesz obszidiánunk, meg sokkal könnyebben be tudom járni az utat. Ott is a gyémánt! Na! Megérte erre eljönni? Megérte erre eljönni? És milyen jól néz ki egyébként ezzel az újfajta blokkal a háttere. Jó, hát akkor első körben a gyémántot szedjük ki. Egyértelmű. Azért még gyorsan kivilágítok, ne jöjjön semmi a nyakunkba, miközben békésen bányászuk majd az obszidiánokat. Még van egy kis vas, látom. De most engem a gyémánt jobban érdekel, meg az arany. Főleg, ha nedörözni készülünk, lehet egyébként még itt is érdemes lenne kivilágítani, mert tényleg nem lenne jó a meglepetés a nyakunkba. Viszont így, hogy kivilágítom a barlangokat, sokkal több szörny fog a felszínen spawnolni. Csak hogy jó legyen. Ugye kevesebb helyük lesz sötétbe spawnolni. Na jó, oké, szerintem ez így teljesen jó. És akkor... szerintem ezt a vizet is itt elzárjuk. Kicsit könnyebb legyen a mozgás. Sikerült elzárni, csak kell még neki egy kis idő. Na, hát... Kívánjatok sok szerencsét! Minél több gyémántot találjunk. Van itt gyémánt, szerencsére. Oké. Most kérdés, hogy vajon itt mi van? Úgyhogy el kellene kezdeni szerintem kiszedni a lávát. Ó, ott is van még gyémánt. Oké. Ez egy egészen szerencsés kis barlangrészlet, mert van, amikor csak ilyen egy-két gyémántot lehet találni így barlangokba. Az meg annyira nem jó. Hát ezt szerintem simán ezzel a csákánnyal szedjük ki.
Jó. Hány darab? 8 darab gyémántunk van. Wow! És még itt is! Mi a fene? Kicsit akkor még lehet, hogy itt körbeások, bár valószínűleg több már nem lesz, de... Hát ez rengeteg, 10 darab gyémántot sikerült kiszednünk. Ez bizony rengeteg gyémánt. El se hiszem. El se hiszem, hogy ilyen szerencsések vagyunk, itt is lenne még. Bár valószínűleg ilyen közel egymáshoz nem fog spawnolni, de... De az milyen mák lenne már. Hát ebből akkor egy melvértet minimum tudok magamnak készíteni. Vagy akár tudok magamnak egy sisakot, meg egy lábberit csinálni gyémántból. Nem tudom egyébként melyiknek lenne több értelme. Vagy tudok gyémánt kardot, meg mondjuk egy melvértet, szóval azért így lehet ezzel logikázni. Lehet, hogy akkor meghagyom ezeket a gyémántokat, és akkor kíváncsi vagyok, hogy ti mire kraftolnátok el. Úgyhogy írjátok meg nekem kommentben, hogy szerintetek mire lenne érdemes ezeket így elkölteni, úgymond. Ezeket a szép-szép gyémántokat. Oké, lapist is kiszedjük, mert majd kell nyilván az enchanthoz. Meg rengeteg XP-t is ad, szóval már csak ezért is érdemes. És akkor hát obszidián bányászat van, amit viszont én lehet, hogy videón kívül csinálnék meg, mert nem akarlak titeket ezzel untatni. Úgyhogy a következő részben valószínűleg át fogunk menni most már a Netherbe. Mindenféleképpen írjátok meg, hogy ti mire kraftolnátok el ezt a 10 darab gyémántot. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Andi voltam. Sziasztok!